Ma a harmadik alkalomhoz érkeztünk, ami a Roma Hungarikum program sorozat keretében zajlik. Ma egy kis színi előadást fogunk látni. Pécerről egy színi társulat, egy Rút kiskacsa álma címmel egy kis színjátszós, vidám előadást. A kapcsolat az úgy jött, hogy a színház vezetője a Szajko Gyula, aki a Pécelen a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak elnöke, és ők vezetik, ők irányítják ezt a kis programot, úgyhogy jó kapcsolatban vagyunk, és próbáltunk olyan közeli térségből meghívni embereket, színházi előadásokat szervezni, akik a környéken belül mozognak. Túl vannak egy pár programon, mi a tapasztalat eddig? Hát reméljük, eddig a tapasztalatok ugyanígy fognak zajlani, mint ahogy idáig is történtek. Nagyon jó a visszajelzések, reméljük, hogy ugyanígy a közönséggel és a lakosokkal jó kapcsolatban maradni, és várunk mindenkit sok szeretettel a többi előadásra is. 2008-ban alakította a színjátszókör. Mi a neve ennek a színjátszókörnek? A pontos neve Rút Kiskacsa Színjátszó és Művészeti Csoport. Azért adtuk ezt a nevet legfőképpen, mert fiatalokból áll, és ezek a fiatal gyerkőcök, ahogy felnőnek, és egyre nagyobbak lesznek, ugye majdan egyszer hattyúvá fognak válni remélhetőleg. Most ezen az úton haladunk, ez is az egyik állomása Üllő, ahol ezt a színjátszó programot előadjuk, szeretnénk vele szórakoztatni a közönséget, tehát ez egy abszolút ilyen szórakoztató jellegű, több kis darabból álló előadás. Milyen darabokat dolgoztak már föl? A darabok azok, amik eddig vannak, van 5 saját darabunk, mindig ezeket adjuk elő, amelyeket mi készítünk, utána próbálunk rá, és már több helyen előadtuk az országba ezeket, kisebb-nagyobb sikerrel. A Zöme az a kezdetek óta tagja, tehát szerencsére, hogy elkezdtük 2008-ban, ugye, ez a 5 év alatt itt maradtak. Olyanok vannak sajnos, akik nem bírták a gyűrődést, és kiestek a csapatból, tehát 5-6 fő van, akivel kevesebb most a létszám a kezdeti induláshoz képest. Ha valaki szeretne jelentkezni a színjátszókörbe, hol tudja ezt megtenni? Meg tudja tenni, mert van egy saját honlapunk, a www.rukszínház.hu, Ruk ugye Rút kiskacsa, és ezen az oldalon meg tudja nézni, és ott küld üzenetet, és azon keresztül fel tudja venni a kapcsolatot velünk minden további nélkül. És örömmel fogadunk bárkit.